közelmúltban egy könyv, és ennek a bemutatójára hívtuk meg. Ők most paraszt verselni fognak, ha jól sejtem. Át is adom a mikrofont. Köszönjük szépen. Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Köszönjük szépen, hogy egy projekt keretében befogadott minket a Városi Könyvtár. Valóban megjelent a Pásztor Tűz Egyesület kiadásában egy könyv. Nem az első könyv már parasztverselőkről a 60-as években, illetve a 2000-es év elején is megjelent már parasztverselőinkről és parasztversekkel kapcsolatos válogatás kötet, de úgy éreztük, hogy van annak még értelme, hogy foglalkozzunk ezekkel az írományokkal, foglalkozzunk ezekkel a költeményekkel, faragványokkal. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy továbbra is őrizzük ezeknek az emlékét. Itt nagyon fontos kiemelnünk azt, hogy kik voltak ezek a parasztverselők, hányan is voltak, kik is voltak, és elsősorban azt kell kihangsúlyoznunk, hogy kik gyűjtötték ezeket be. Itt ki kell emelnünk Nagy Czirok Lászlónak a nevét, aki mint múzeumigazgató és már jóval előtte is, mint néprajzkutató gyűjtötte ezeket a verseket. Ő maga is feljegyezte, illetve elkért az eredeti példányokat, és ezek ma jelenleg a Torma János Múzeumban találhatók, az ottani állományban, és ami itt ebben a könyvecskében fellelhető, az mind a Torma János Múzeumnak az állományában is fellelhető. Hát ezernyi a száma a verseknek, mi is csak nagyon szubjektívan és mérlegelve gyűjtöttük ezeket az írományokat. Meg kell mondani, hogy nem mindig olvashatóak ezek már, nagyon sokszor elmosódottak. Mi azt a célt tűztük ki, hogy ezeket a verseket eredetiben bocsátjuk az olvasóközönség rendelkezésére. Janó Ákos azt az eszközt használta, és azt tette magáévá, hogy a mai helyesírási szabályoknak megfelelően, mi azt, hogy amit olvastunk tőlük, és amit láttunk tőlük, azt fogjuk önöknek a rendelkezésére bocsájtani, hogy megvásárolják ezt a könyvet. Kenyeres Tibor barátom volt az, aki elvállalta, hogy hát együtt szerkesztjük, együtt formáljuk ezt az írást, illetve nagyon sok segítőnk is volt ennek a kiadványnak a szerkesztésében, megformálásában. Ketten fogunk beszélgetni, gyakorlatilag egy szabad beszélgetés lesz a parasztverselőkről. Itt nem fogunk, szokásunkhoz szíven nem fogunk ragaszkodni, hogy mi folyik a háttérben és milyen képek jelennek meg önök előtt. Nem ezekről fogunk közvetlenül beszélgetni, hát fogadják nagy szeretettel akkor most ezt a beszélgetést, ezt a könyvbemutatót. De mielőtt belekezdenénk, én felkérem a Szilvajciter a zenekart, hogy egy kis muzsikával hozzanak minket közelebb a paraszti világhoz.